Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! Mint láthatják, a mai víkendben már becsempésztük a karácsonyi hangulatot, hamarosan erről beszélgetünk, de téma lesz a karácsonyi étkezés is. Mindenek előtt azonban az örömhír, Óze díjas lett a Móricz Zsigmond Színház színművésznője, Horváth Margit, ezúton is gratulálunk. És hogy mit jelent számára ez a díj? Szakmailag egy olyan hihetetlen euforikus őrület, tehát így más dimenzióba került minden. Nagyon, nem tudom már ezt igazából túragozni, mert ezt most már olyan sokszor így megkérdezték tőlem. Tehát hihetetlenül boldog vagyok, és van bennem valami furcsa nyugodtság, nyugalom, ami már olyan régen volt, de ez nem feltétlenül egyébként az Ózedi, tehát lehet, hogy az is, hogy most többet vagyok a családommal, tehát valami most, mint egy másik ember lennék, vagy legalábbis tényleg a nyugalom jött így előtérbe, és hát nyilván ez meg annyira feltette az íra a pontot. Nagyon-nagyon boldog vagyok, is ilyen felfoghatatlan, bár most már egyre inkább kezdem elhinni, hogy tényleg én kaptam meg. Számodra mi a fontosabb egyébként, ilyen szakmai elismerések, vagy a közönség által adott díj? A közönség. A közönség, legalábbis eddig azt hittem, de most, hogy ezt megkaptam, ezt úgy gondolom, hogy de a nézője, de borzasztó jó érzés, hogy szakmailag is. Hát borzasztó, tényleg soha nem gondoltam. És tényleg ebben semmiféle álszerénység nincs. Sose gondoltam arra, hogy én bármiféle szakmai díjat kaphatnék, úgyhogy de nagyon nagy boldogsággal tölt el, de nagyon. Tényleg, mert a sok-sok kisítőségem, a sok-sok görcsök, félelmek, amik szerintem ugyanúgy meg lesznek minden egyes próba folyamatnál, minden egyes előadásnál izgalom, de lehet, hogyha erre fogok gondolni, akkor picit talán alá tud hagyni. De nem tudom, majd érdemes lesz akkor megkérdezni, amikor elkezdek újra a színpadra menni, vagy próbálni, hogy vajon tudok-e ebből úgy építkezni, mert sokszor már azt éreztem, hogy annyira izgulok, hogy ez már lehet, hogy hátrány volt a munkámban. Tehát, hogy annyira az előadásuk már nem feltétlenül, de hogy tehát az izgalom, tudod, egyszer csak blokkolja az embert. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy esetleg mikor jön ez a furcsa rossz érzés, ami olyan már, mint egy ilyen pánikroham, és hogyha erre gondolok belül magamba, mint egy rituálé, akkor kicsit ez úgy a helyére megy, és hogy nem kell ezt túlparázni, ezt a színpadra menetet. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert ugye amikor látunk téged a színpadon, akkor egy nagyon magabiztos, nagyon nagy rutinnal rendelkező színművésznőt láthatunk, és abszolút nem látszik semmi abból, hogy te valaha is izgultál volna bármi. Nagyon durva, úristen, hát a kollégáim megmondhatója, meg a családom, tényleg a környezet, hogy mit művelek, tehát hogy nagyon-nagyon, és hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább. Hát ez nagyon durva, na, tudod, ez olyan, mint amikor egy színész azt érzi bent a színpad, és ezzel most nem árulok el szerintem semmiféle kulisszatitkot, hogy azt érzed, hogy fú, most de jó voltam, de jó volt. És mondjuk a rendező megnéz, akkor lehet, hogy feljön, és úgy lecselsz, és azt mondja, hogy úristen, te mit csináltál? Tehát, hogy valahogy a színpad nem feltétlenül mindig azt adja vissza. Tényleg egy ilyen illúzió, nem azt adja vissza, ami valóban. És lehet, hogyha néző azt mondja, hogy úristen, de fantasztikus voltál, vagy a rendező is, a színész meg azt érezte pont akkor abban, hogy úristen, de mocsok rossz voltam. Nagyon furi, és hogy a néző ezt hiszi, de akkor nem is biztos, hogy ezt el kéne árulnom, mert innentől kezdve másként fognak rám nézni, és az se jó, mert akkor lehet, hogy észrevesznek mégis olyan dolgokat, ami megtévesztő lehet. Szerintem ugyanúgy fogunk ezután is szeretni, nem fogunk másképp rád nézni. Mit szóltak egyébként a kollégák, amikor ez kiderült? Ez egy olyan faramúci helyzet, ugye a karantén miatt nem lehetett publikus, titokban volt az egész kezelve, amikor ott voltam és pont a Móricz Faktort forgattuk, akkor lett igazából ez így kimondva a nyilvánosság előtt, és igazából nem tudtam úgy a kollégákkal még, hogy is mondjam, egyet kocintani, vagy tényleg ezt így kibeszélni. Rengeteg, én nem vagyok Facebookon, a lányom amiket mond, és akik felhívnak kollégáim, akkor érzem, és igazából akkor tudok velük csak még erről beszélgetni, és hogy akik hívtak, azok úgy éreztem, hogy tényleg szívből gratuláltak, és akik üzentek, és azokat mindegyiket csókolom, mert így nagyon kellemetlen helyzet, hogy a Facebookon nem vagyok, és igazából nagyon sok emberről biztos nem is tudok. Tehát most, ha üzenhetek, akkor megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek köszönöm, akik azt gondolják, hogy úristen, én ezt megérdemlem. És nyilván azok mondják ezt, akik viszont ismernek és tudják, hogy na, ez a húgi még ezt is megkérdőjelezi, tehát hogy mondjuk neki, hogy igen, megérdemled. Úgyhogy visszakanyarodva a kérdésedhez, akik gratulálnak nekem, már pedig nagyon sokan vannak, azok mind ilyen nagyon-nagyon szeretetteljes, nagyon. És most, ami egyébként rossz szokásom, de attól, hogy olyan fajta az életem, amilyen, hogy állandóan jövés mennyisben vagyok, nem szoktam reagálni, se szülinapra, se névnapra,
de most viszont kutyakötelességem is felveszem, és reagálok, és üzenek, remélem mindenkinek üzentem, aki SMS-ben üdvözölt. És egyébként elkezdtem, képzeld el, így elárulok egy nagy titkot, ami nem titok, de magamhoz képest igen. Előrelépés, hogy már tényleg tudok ilyen smile-it küldeni, meg SMS-t vissza, mert ezektől én annyira távol voltam az ilyen internetes dolgoktól, úgyhogy kezdem ezeket is megtanulni, mert nem tehetem meg azokkal az emberekkel, akik ennyire örülnek az én örömömnek, hogy én erre ne reagáljak. Az jutott eszembe, hogy neked ez egy ilyen nagyon nagy év lehetett tulajdonképpen, mert ugye nemrég a Kult 50 kategóriában is. Hát hihetetlen. Nagyon-nagyon durva, hogy ez most hogy, ki, mi, miért. Hát a jó Isten. Egyszer csak beérik az ember. Egyébként a pálya elején kitűztem magam elé egy ilyen, hogy 40 éves koromra legyek ismert. Ennyit akartam, hogy tudjanak rólam, nem többet. Tehát nem díjakba gondolkoztam, csak úgy tudjanak rólam, és hogy kvázi boldog legyek a pályán. Hát tulajdonképpen ez 13 évet késett, de megérkezett. Szóval, hogy ez csodálatos, csodálatos. Megérkezett, és szeretnék. És olyan nagy dózisba, hogy nem csak, hogy mindenki ismer most már Nyíregyházán az országban, hanem mindenki nagyon szeret. Hogyha így összegezni kellene ezt az évet, akkor te hogy láttad? Azért sok minden volt itt idén. Te hogy élted meg ezt az évet? Na most nagyon érdekes, hogy én tulajdonképpen 2 éve nagyon-nagyon rossz faszba voltam szakmailag, nem a szerepek terén, és nem a rendezőkkel való, én magammal, hogy én tehát nem a rendezőkre gondolok, hanem én kisfitűségemnek, meg a parázásomnak, a pánikomnak valami olyan mélységét éltem már meg, hogy fú, bizony, már arra gondoltam, hogy lehet, hogy orvosi segítség kell. A főrendezőmmel Illéssel beszélgettem erről, ez azért nagyon fontos, hogy Illést megemlítsem, mert más, amikor az ember a barátaival, kollégáival beszél a lelki problémáiról, és más, amikor egy vezető odajön hozzád, és azt mondja, hogy na, mi van? És elkezdtem neki mondani, és nekem akkor ő nagyon-nagyon sokat adott, amit ő szerintem nem is gondolná. És ez egyébként nem olyan régen volt. És csak úgy tud, hogy ez most hogy lehetséges, amikor azt érzi az ember, hogy úristen, már lehet, hogy fel is kéne adni a pályát, mert hogy ez nem működik, annyira a kisítőség, a tudatlanságom, Úristen, tehát nagyon-nagyon mély bugyrokat jártam meg, és egyszer csak a jó Istentől, nyilván emberek által, körülöttem lévő szeretteim által, tehát az a színházam, annyira egy házi néző, nehogy valakit is kihagyjak, és egyszer csak jön egy ilyen visszajelzés, érted, hogy te az, amit csinálsz, az úgy jó, ne kérdőjelezd meg magadban, és hogy a jó Isten azt akarja, hogy én ezen a pályán kell maradjak, és csináljam, és nyilván nem szállok el, és nyilván ugyanúgy meg fogom járni ezeket a bugyrokat, de megint visszakanyarodunk, hogy talán belül akkor elkezdek morfondírozni, akkor úgy azt mondom, hogy jó van, de itt van mégiscsak egy visszajelzés, hogy nem kell annyira rossznak gondolnom magamat. És mivel szubjektív a művészet, mint olyan, tehát attól, hogy emberek konkrétan mit gondolnak, az se szabad, hogy engem kizökkentsen az én utamból, hogy megkérdőjelezze azt, hogy az jó-e, ahogyan én járom, mármint szakmailag, hogy az, amit én csinálok. Hogy a zenés műfajt igenis oda tegyem, hogy ne higgyem azt, hogy az egy kisebb, mert ezt is megkérdőjeleztem, hogy jaj, biztos az igen, az nem olyan fontos szakmailag a zenés műfajban. Holott ugye tudjuk, hogy azért én prózai szerepeket is játszottam, és tulajdonképpen azért úgy indult a pályám, hogy talán több volt a próza, tehát nagyon érdekes. A műsort lakberendezéssel folytatjuk. Az adventi időszakban az otthonunkba is ünnepi hangulat költözik, sok lakásban viszont ezt most a home office által igényelt, szeparált helyekkel kell kombinálni. Következzen erre néhány praktikus tanács. Mi lesz az idei adventi szezon trendje? Milyen színekbe öltöztetjük az otthonunkat? Többek között erre kerestük a választ Ács Erzsébet lakberendezővel. Mindenképpen a kiegészítők azok, amikkel ilyenkor lehet variálni, és egy új megjelenést adni az otthonunknak. Tehát nem arra gondolok, hogy itt most át kell festeni mindent, és új bútorokat venni. Talán egy kicsit több időnk van otthon kreatívkodni, akár egy különleges asztaldíszt elkészíteni, a párnákat a kanapén lecserélni, és egy más színű díszpárnát egy karácsonyi hangulatú díszpárnára kicserélni, akár egy függönycsere is olyan, ami ugye öltözteti a lakásunkat, és hogyha az is színben, mintában erre a karácsonyi hangulatot idézi,
akkor mondjuk lehet egy ilyen egységes ünnepi díszbe öltöztetni a lakásunkat. És hát nem azt mondom, hogy úgy, mint egy amerikai otthonban, de talán most ott több idő jut arra, hogy feldíszítsük, és különböző kiegészítőkkel ezt az egészet egy ünnepi köntösbe varázsoljuk. Mindig azt mondom, mint egyéb másra is, hogy a legeslegfontosabb az, hogy milyen a mi otthonunk. Tehát, hogyha nekem van egy rustikus otthonom, egy kandallóval, akkor valószínű nem a baba rózsaszín kiegészítőket fogom ehhez az egészhez használni, hanem a régi zöld, piros, arany dekorációkat. Tehát az a nagyon fontos, hogy ezek mindig-mindig összhangban legyenek. Egy nagyon modern, minimál lakásban, ahol visszafogott színek az uralkodók, tehát a szürke, a fehér, a fekete, ott ilyen szempontból könnyebb a dolgunk, mert ott a legextrémebb, a legkülönlegesebb, a tollas, a ágasbogas, a nagyon színes, a piros, az ezüst, a rózsaszín, tehát ott mindent lehet, mert ugye a háttér, a fogadótér az egy nagyon visszafogott terület. Tehát mindig itt is, mint magában a lakberendezésben, a stílushoz, az egyéb berendezéshez, tárgyakhoz kell igazítani minden kiegészítőt, hogy az tényleg harmonikus és otthonos legyen. A fény az egy nagyon fontos főszereplő mindenkinek az otthonában, irodájában, mindenhol. Ma már a lakberendezési trendek azok arról szólnak, hogy nagyon sokféle olyan fény legyen a lakásunkban, amit különböző módon lehet akár előre beprogramozni ezekkel a modern technológiákkal, hogy okos otthon, tehát lehet azzal például olyan effekteket beállítani, hogy mit szeretnék este látni, hogy égjen mondjuk kapcsolja le a központi lámpát, csak a kisvilágítások égjenek, és ezzel különböző hangulatokat lehet varázsolni, és az a nagyon fontos, hogy nem úgy, mint régen, amikor volt a nappali közepén egy darab mennyezeti csillár. Most arra törekszünk, hogyha lehet minél több fényforrás legyen, amivel ezeket a hangulati elemeket létre tudjuk hozni. Nagyon fontos ugye a gyertya, mint olyan ilyenkor, természetesen azért vigyázni kell vele, de ugyanilyen fontos az, hogy ha van kis teraszunk, vagy van egy kertünk, ott is a fényekkel, főként este, amikor hát most már ráadásul korán sötétedik, és kinézünk, az is a lelkünket úgy megnyugtatja, és nagyon jó kinézni a sötétbe, amikor kis fények vannak az udvarunkban, de akár egy kicsi teraszt is meg lehet úgy szépen csinálni, hogy mini égőkkel a teraszkorlátot körbe tekerni, tehát nagyon sok olyan apró dolog van, részlet, amire talán most több időnk van, hogy foglalkozzunk vele, és foglalkozzunk, mert ez mind melengeti majd a szívünket. Két trend figyelhető meg jelenleg a lakberendezés terén. Párhuzamosan igénylett a kisebb-nagyobb esztétikai felújítások és korszerűsítések mellett az otthoni kényelmi szolgáltatások megteremtésére, illetve a home office munkavégzés miatt az otthonokban speciálisan kialakított, szeparát dolgozó terek kialakítása is elterjedt. Nincs sok lakásban önálló tér erre kialakítva, ahol becsukom az ajtót, és mondjuk nyugodtan tudok dolgozni, tehát ebben a otthoni munkában ezek azok az apróságok, amiket változtatni kell, módosítani kell, nekünk is lesz majd egy sorozatunk ezzel kapcsolatban. Szerintem ez most egy olyan tevékenység, egy olyan megoldandó feladat, ami szinte a legtöbb otthonban problémát okozott. A másik nagyon fontos, hogy az otthoni munkavégzéshez úgymond be kell rendezkednünk egyéb bútorokkal is, mint a legeslegfontosabban megfelelő szék, mert nem mindegy, hogy végzem a munkámat, mert az irodában valószínű volt egy kényelmes irodai szék, ahol kényelmesen ültem a számítógép alatt. Egy lakásban, ha nincs egy önálló iroda, akkor nem biztos, hogy ez megoldott. A lakás felújítások mellé hatalmas támogatásokat kapnak a családok. Érdemes akkor is, ha kisebb pénzből gazdálkodunk, szakemberhez fordulni, hiszen nem mindegy, hogy milyen lesz az otthon, amire ezt a pénzt elköltjük, és ha egy harmonikus, meleg,
ránk szabott otthon, akkor biztos, hogy sokkal jobban fogjuk ott érezni magunkat. A lakberendezés terén a nagy inspirációt jelentő nemzetközi kiállítások elmaradtak az évben. A lakberendezők országos szövetsége azonban egyedülálló és innovatív virtuális kiállítást rendezett. Itt bemutatják a lakberendezés új trendjeit, alkalom nyílik tervezők és művészek megismerésére. Emellett különböző inspiráló ötletekkel is találkozhat a közönség február végéig a lakberendező.hu oldalon. A következő percekben pedig teljesen átadjuk magunkat a karácsonynak és a kreativitásnak állandó szakértőnkkel, Szabó Veronikával. Szia! Megint rengeteg mindent hoztál, amit látunk, az az ezüst. Ez a 2020-as karácsony trend színe? Hát ugye többféle trend van most, úgyhogy mindenki meg fogja találni a kedvencét és az ízlésének, lakásának megfelelőt, hiszen annyiféle stílus van most az idei trendben, hogy szerintem mindenki meg fogja találni. Ugye az ezüst és a kék kombinációja, az idei színe a kék, ugye már ősszel is hoztam egy kis kéket, most szintén a karácsony akkor elmaradhatatlan ennélkül a szín nélkül, tehát és ezüsttel van kombinálva, mert hogy nagyon szépen mutat, azért egy pici csillogás a karácsonyban mindenképpen kell, és van egy ilyen textúrák játéka, egy matt kékes, egy fényes kékes árnyalat és a csillogó ezüst hozzá. De az idei év igazán a fémes színekben a visszafogottságot tükrözi, hiszen a plé és a platina az, ami megmutatkozik most az idei év fémes színeiben. És ahogy láthatjátok az asztalon, egy kis fekete-fehér is van, ami karácsonynak egy picit szokatlan, de begyűrűzött most ez egy kicsit, ez a buffalo kockás amerikai stílus, és nálunk egy picit azért lefinomítva, tehát nem az a nagyon-nagyon mindenhol kockás színekkel, egy kicsit fehérrel, ezüsttel kombinálva jelenik ez meg. Ez az, amit itt is láthatunk, ugye erre gondolsz, igen. De ez karácsonyfára tegyük, vagy hova képzelnéd el a lakásban? Karácsonyfák mikulásvirágokként elkészítve nagyon-nagyon szépen mutat, de asztalterítőnek, gyertya dísznek átkötve, mint ahogy egy pici szalaggal, csak éppen egy pici szalagot a gyertyára, vagy egy gyertyatartóra egy nagyobb mikulásvirágot elkészítve, nagyon látványos, mutatós. Egy minimalista lakásban is szerintem megállja a helyét. Igen, hiszen karácsonykor nem csak a fenyőfát kell felöltöztetni, hanem az egész lakást ünnepi díszbe kell borítani. Mi az, ami szerinted már túlzás? Hát én a múltkor is azt mondtam, hogy a Valentin napkor, hogy túlzások, az mindenki maga tudja, hogy meddig van a határ nála. A karácsonynál is ugyanez a helyzet. Valaki szereti a csillivillit, világítás mindenhová, valaki inkább a visszafogottabb stílus szereti. Tehát én azt mondom, a túlzások az mindig a egyéni ízlésnek a függvénye, hogy ki mit tart túlzásnak, vagy mit nem. Én inkább a visszafogottabb stílus szeretem, de nyilván mindenkinek más-más az, ami belefér az ő dekorációjába. Ugye mondtad, hogy az év színe a kék, hát te is ehhez öltöztél hozzá, de vannak olyan színek esetleg, vagy akár formák, anyagok, amik minden évben abszolút trendiek és nélkülözhetetlenek karácsonykor? Most én nem hoztam, de a klasszikus, a piros, a zöld, a fehér és az arany, az állandó klasszikus. Tehát az ebbe az év trendjébe is ugyanígy belefér. Ami másik klasszikussá váló lassan, az a női szívek megdobogtatója, ez a púder rózsaszín, ahol minden évszakban, minden stílusban, ezt is megmondtam el nektek, visszaköszön. Ugye most egy kicsit visszafogott, inkább ilyen platinás arany nyal kombinálva tér vissza ez a púder rózsaszín, és nem az a nagyon-nagyon erős rózsaszín változata. És most ugye az aranynak egy visszafogottabb, inkább egy pezsgő árnyalata, ezüstnek pedig a platina és az arany keveréke, ami most inkább trend. Ugye a karácsonynak mégiscsak a fenyőfa, ami utána a karácsonyfa lesz a központi dísze. Ezt idén hogyan díszítsük? Mert volt egy év, amikor az volt a trendi, hogy mindenféle innen-onnan kapott, vásárolt, készített, ilyen színű, olyan anyagú, kis csecsebecsét ráakasztottunk. Most idén ez a trendi, vagy az, hogy egyfajta színnel dekoráljunk? Nálunk a kézműves
trendbe. Ugye a kézzel készített karácsonyfa díszek azok, amik nagyon-nagyon-nagyon jól mutatnak, és nagyon szépeket lehet most készíteni. Itt az asztalon is hoztam mind a két verzióban, tehát a klasszikus, a piros, arany, zöld verzióban, illetve egy világosabb, ezüstös, rúzsaszínes verzióban is. Ezek nagyon-nagyon aranyos kis, akár kerámia porból elkészíthető, akár pedig gipszből elkészíthető kis díszek, egyedileg feldekorálva, nagyon mutatósak és nagyon keresettek most azok a karácsonyfa díszek, amikre család neveket, vagy a családnak tartozóknak a neveit írják fel, és azt akasztják fel a fára. Üveggömböket lehet így dekorálni nagyon-nagyon szép. Vannak akriltollak, amivel lehet ilyen básonyos porral feldíszíteni ezeket a gömböket, nagyon jól mutatnak, és ugye ez alkalmazni lehet bármilyen színű gömbön, tehát lehet írni bármilyen színre, és ezt lehet a lakástrendjéhez igazítani a színeket. És ez is erősíti majd a családban a szeretetet, illetve az összetartozást, csak egyetlen egy gondolatot, hogy ezeket a hatalmas, hát nem is tudom, óriás mécses? Vagy minek nevezzük ezeket? Ezt hova tegyük? Ezt a bejárat mellé szokták rakni, tehát már amikor belép valaki, nem csak az ajtót díszítik most már az emberek, hanem a bejárat mellé, és ugyanúgy, ahogy belépnek már, akkor egy hangulatot teremt a lakásba bemenetkor. Hát Veronika, szerintem még órákat tudnánk arról beszélgetni, hogy mit és hogyan készítsünk el otthon saját kezüleg, azt hiszem erre most lesz időnk bőven. És hogyha a karácsonyi dekorációval már megalapoztuk a hangulatot, akkor érdemes kicsit elgondolkodni azon is, hogy mit és hogyan fogyasszunk idén karácsonykor. Az étkezésben sokaknak talán a legnehezebb a mértékletesség elvének betartása, ami nem is feltétlenül abból ered, hogy nem tudunk nemet mondani. Sokkal inkább abban kell keresni a hibát, hogy nincs rendszer az étkezéseinkben, esetleg csak naponta kétszer esznek, és akkor természetes, hogy sokkal többet. Ez állandó probléma, viszont én azt gondolom, hogy erre egyetlen megoldásként a tudatosság lesz válasz, mert hogy nyilván magunkat kell, hogy egy picit korlátozzuk ezzel kapcsolatban, hiszen senki nem áll ott a hátunk mögött pisztolyjal a kezében, hogy nekünk nem tudom, 6-szor annyi kaját kell megfőzni és megenni karácsonykor. Adott esetben ezek szokásrendszerek, amiket igenis fel kell ismerni, és aztán a tudatosság jegyén belül kell kezelni. Úgyhogy igen, amikor már ez így megszületik, hogy basszus, karácsonykor én többet eszem, mint eddig, vagy mint máskor, akkor ott már egy lépés, ugye, afele, hogy akkor ezt jobban csináljam most is ebben az évben. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom tényleg, hogy átgondolva nem többet, hanem csak normális adagokat elfogyasztva töltsük ezt a karácsonyt. A gyerekek ugye fejlődésben levő szervezet, annyira tiszta lap, úgymond a kis szervezetük, jól működik. Még tényleg, hogy is mondjam, ösztönös módon jól működik. Még nem befolyásolja semmi. Úgyhogy én azt nem nagyon szoktam piszkálni, ott mindig a minőségre törekszünk a gyermekekkel kapcsolatban. A felnőttek viszont már teljesen más kategória, mert ugye a felnőtteknél ez a mértéktartás és a rendszer, az nyilván már lehetne egy tudatosabb dolog is, illetve ott már közbeszólnak ugye a szokásrendszerek megint csak, amik lehetnek nagyon rosszak is, mint például csokit eszünk akkor, ha szomorúak vagyunk, vagy túl sokat eszünk akkor, ha mondjuk rossz napunk volt. Tehát ezek mind olyan felismerhető és nyilván kezelhető szokások, amik már felnőtt korra alakulnak ki, de gyerekként még ez nincs. Úgyhogy a gyerek igazából annyit eszik, amennyire a szervezetének szüksége van. Ott én ezt nem piszkálnám, és nem is korlátoznám például a gyerekekkel kapcsolatban való étkezést. De a felnőtteknél mindenképpen azt javaslom, hogy legyen rendszer, hogyha mondjuk megvan az, hogy reggeli nagyjából mindig ugyanabban az időpontban, majd van azért egy kis 10 óra is, ebéd, uzsona és vacsora, akkor ott már az adagok sem fognak annyira túllőni ugye az egészséges, normális határokon, hiszen folyamatosan kapja a szervezet ugye az energiát is, a tápanyagot is, és nem lesz szüksége rá
illetve kevésbé lesz szüksége rá, hogy mondjuk többet egyen. Tehát, hogy úgy talán, hogyha rendszer van, akkor az adagokat is könnyebben tudja tartani. Egyébként meg én mindig azt javaslom, hogy legyen a tányíron legalább egy maréknyi minőségi szénhidrát, lassú felszívódású szénhidrát, vagy közepes felszívódású, tehát itt most gondolok például megint visszakanyarodva a basmati rizsre, akkor legyen mellette megint csak egy jó marék zöldség, zöld saláta, egy tenyérnyi hús például, és nyilván mondjuk a zöld salátát meg lehet öntözni, meg lehet locsolni olívaolajjal, de ez most csak egy ilyen szemléletes dolog, hogy a szénhidrát fehérje, rost és jó zsírt aránya, körülbelül azért, hogy így mindenből legyen a tányéron. A karácsonyi menü során is célszerű szem előtt tartani az egyensúlyt, hiszen abban a pár napban a mértéktelenség kellemetlenséget is szülhet, mint például egy gyomorrontás. A hagyományos ételeket kicsit megreformálva már egy kíméletesebb, könnyedebb ételt kaphatunk, ami az ízeken mit sem változtat. Pont ilyen jellegű meglepetéssel készültem a vendégeink számára, úgyhogy összeállítottunk nekik egy ilyen karácsonyi receptgyűjteményt, kifejezetten a hagyományos ételeket reformáltuk, úgymond, tehát olyan alapanyagokkal javasoltuk az elkészítést, ami működik, ami nyilván sokkal egészségesebb verzió, és egyúttal ugye kevesebbet is fogunk ezekből az ételekből enni, mert hogy nyilván sokkal táplálóbbak, tápanyagdúsabbak is. Úgyhogy igen, vannak azok a lisztek, vannak azok az alternatívák, amikből egy sütemény, vagy akár egy töltött káposztát is sokkal baráti módon lehet elkészíteni. A töltött káposzta, ez egy nagyon egyszerű dolog. Nyilván, hogyha a sima fehér is nézzük, és mondjuk a disznóhúst, amivel készül, ezeket mondjuk lecseréljük pulykára és basmati rizsre, akkor már is egy picit tettünk azért, hogy a hormonális háztartásra ne legyen olyan drasztikus hatással például ez az étel. Hiszen a disznóhús ugye zsírosabb, nagyobb a nem megfelelő zsírtartalma, ezzel együtt ugye a sima hagyományos rizsnek is ugye a glikémiás indexe sokkal magasabb, mint a basmatié, tehát hogy az értékeik ugye ezeknek az alapanyagoknak sokkal jobbak például, úgyhogy egy töltött káposztát elkészíteni basmati rizssel, pulykadarált hússal, mondjuk adott esetben savanyú káposztával már is egy jobb alternatíva, és töltött káposztát tettünk. Kedves nézőink, jövő héten azzal folytatjuk az ünnepi ráhangolódást, hogy a humor hogyan tud átsegíteni minket az idei karácsonyon. Tartsanak velünk akkor is, vasárnap pedig gyújtsuk meg a harmadik gyertyát az adventi koszorún. Kollégáim nevében köszönöm az e heti figyelmüket, viszontlátásra!